teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll, s fog-e örökké állani, vagy egykora semmiségbe száll, megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd, vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt, egye a lélek és a test, honnan jövénk, hová megyünk, elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk? Ez is Petőfi, és amit ma este hallunk, az is. A faluban utcahosszat a faluban utcahosszat muzsikált a tommagamat, Tele palack a kezembe, táncolok, mint veszett fene. Húzd rá, cigány, siralmassan, hogy magamat kisírhassam, De majd ott az ablak alatt húzzatok valami vigat. Ott lakik az én csillagom, az én bujdosó csillagom, aki tőlem elbújdosod, s világát mással éli most. Egy cigányok itt az ablak, most a leges legvégabbat, ne lássa az a csalfajány, hogy búsulok csalfaságán. Dunavecse 1844. április-május. Mondom most az elmúlt napokban, és ma is nem a legnagyobb petőfi versek környékén tanyázunk, igazi szerepvers, ugye a megcsalt szerető, vagy akihez nem hű, a lány, és elmegy mással, és én meg hova menjek a búmat, hova folytsam, hát a cigányzenébe, a borba, és aztán kérem a bandát, hogy jöjjön, de ott aztán nagyon vígat játszon olyan vígat, hogy senki se lássa, hogy én mennyire búsulok, mennyire keserű vagyok. Nagy csattanúja, nagy romantikus csattanúja van a versnek, ne lássa az a csalfajány, hogy búsulok csalfaságán, Hát a féle játék az életben, és még inkább a költészetben, na de a fele költészet mégiscsak játék. Sokan úgy gondolják, hogy a költészet az az, amit később József Attila kér is, hogy játszani is enged szép, komoly fiadat. Igaz, hogy ezt nem a költészettől, hanem a szabadságtól kéri, de a költészet is ilyen szabad játék, ilyen szabad ötleteknek a jegyzéke. Mi minden eszébe nem juthat az embernek, ezen I és Gyula morfondírozott, aki elég különös verseket írt arról, hogy ő neki mi minden eszébe jutott, Hát azért nem jó mindent leírni, ami az eszünkbe jut, mert igaza van Luther nagy mondásának, hogy azért nem vagyunk felelősek, hogy a madarak elröpködnek a fejünk fölött, de azért már felelősek vagyunk, hogyha engedjük, hogy fészket rakjanak a fejünkön. Azért egy, -egy ilyen vers is, amit most felolvastam, egy ilyen fészekrakás. Talán ilyen versre lehet azt mondani, hogy nem is kellett volna megírni, vagy új gyakorlat volt, de hát új gyakorlat volt, akkor Lehetett volna tenni az íróasztal fiókba, vagy máshova esetleg a papírkosárba is. Hát az új gyakorlat az azért új gyakorlat, hogy majd jobb, nagyobb versek szülessenek, esetleg hasonló témában, esetleg másban. Úgy látszik, valami miatt Petőfi ezt megőrizte, bár elég szigorú volt, sok versét kirostálta, sokszor nem vett be újabb köteteibe, meg aztán hát a cenzúra is gondoskodott arról, hogy nem minden kerüljön bele, mondjuk 1870-ig nem ismertük a dicsőséges nagyurakat, 1874-ig nem ismertük az apostolt. Petőfi azért ma sem annyira ismert költő, talán azért sem, mert a az utóélete első negyed századában elég súlyos fogyatékosságok vannak az egészen nagy versei közlése körül, Később meg aztán a politika tendenciózusan kihasználta, hiába írta Adi a nagy prózai művébe, hogy Petőfi nem alkuszik, a, ezt a nem alkúvó Petőfit nem akarták annyira az emberek elé tárni. Aztán jött az anyám korszak Petőfi, aztán jött a akasszátok fel a királyokat Petőfi, amikor már nem monarchia volt Magyarországon, hanem köztársaság, főleg pedig amikor népköztársaság, Szóval a Petőfit mindig kihasználták, mindig kihasználták arra a célra, amire a hatalom akarta. Hát ezeket a verseket ezekből nem volt mit kihasználni. Ezek, ahogy Horváth János mondta Petőfi korai korszakáról, ezek szerepversek. Beöltözik egy szerepbe, és azt a szerepet akarja eljátszani. Most nem az impadon, mert hiszen vándorszínész is volt több évig, nem csak magyar, de még jelentkezett német társulatokba is, de hát az akcentus miatt nem vették ott fel, például Pozsonyban. Végig járta az országot Székesfehérvár, Kecskemét, Debrecen, szóval elég sok helyen fellépett, hát volt olyan hely, ahol letáboroztak, mondjuk Kecskeméten 44 előadást tartottak a városban, egész nagykörösig a környékén is, tehát ezek a szerepversek nem álltak messze Petőfitől, aki már katona korában, hogy Soprontól egészen Zágrábig sokszor a szurony hegyére tett de mécsessel világította meg maga előtt a lapot, hogy leírhasson valamit, vagy éppen a kórházi ágyon írt valamit, amikor betegségbe esett. Ezek új gyakorlatok Petőfinek az életében, de mint új gyakorlatok, mint forgácsok is figyelemre méltóak, azért, mert Petőfi írta őket, mint hogy Arany János mondacsai, ahogy ő nevezte a négy sorosait is figyelemre méltóak, mert Arany János írta őket, Úgyhogy a mai nap meg kell elégedjünk ezzel a verssel, mert május hónap az, az gyenge felhozatal a Petőfi pályájában, bár most jönnek még a nagyversek, és ezért helyeztem május elsejére a Petőfi által leginkább szeretett, és elmondani is leginkább szeretett nagyversét, a dalaimat. De hát a 365 vers, amit idén megszólaltatok, ezek között én is jó versnek csak olyan 230-at tartok, egészen nagy versnek pedig olyan 60-at, 70-et. Engedtessék meg, hogy ma nem tudtam olyan nagy örömet szerezni, nem nagy vers szólalt meg, de Petőfi.